Farkas Szilárd győri vállalkozó, a Wolf orvosi műszer sikeres tulajdonosa. Tavaly bekerült a 25 legsikeresebb győri vállalkozót bemutató kiadványba is. Barátai szerint az üzleti sikerek sem változtatták meg. Érdekelték az emberek, a társadalom gondjai, megmaradt az érzékenység a bajba jutottak iránt. Az ötlet a Richter terem vezetőségétől jött, hogy ha esetleg összejönne annyi pénz, akkor ők szeretnének egy defibrillátort. És én a tavaly évre alapozva én ezt a bizalmat megelőlegeztem, ezt a defibrillátort beszereztem, magyar nyelven beszélő automata defibrillátor, miről tudni kell, hogy kárt nem okoz, de emberéletet ment. Rászorulókat segített a Rotary Klub szervezetében, és egyik motorja volt az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Győri közösségének. 2012-ben egyszer már nekiítélték a Prestige díjat, akkor a Wolf Orvosi Műszer Kft. Lett az év vállalkozása itt a Kisalföldön. Nagyon izgultunk, szorítottak a kollégák, szerettük volna ezt a díjat, több okból is. Az első és legfontosabb, hogy még mi nem indultunk Prestige díjon, más elismeréseket nagyon nem kaptunk, és idén ünnepli a cégünk a 20. évfordulót, és szerettük volna, hogyha ez tényleg egy emlékezetes évforduló legyen, és úgy gondolom, hogy sikerült. Barátai azt is tudják, szenvedélyesen szerette a vitorlázást, talán most is új vizeken szeli a habokat. Szellemiségét, határozottságát sokszor felidézzük, azaz lélekben most is itt van velünk.